akármelyikről, hogy hallottam, hogy nem tudom, nem tudom hány sváb családot hoztak le ide, mert itt találták ezt a falut, romokba. Illetve egy püspök Jánkról lejött bérmálni. És ahogy lejött, beült egy csónakba, és jelentették a püspöknek, hogy erre találtak egy templomot, ami itt van, itten van. De hát nem templom volt, hanem egy rom volt. A püspök beleült csónakba, még abban az időben, és csónakon jött le Zajtáig. És akkor, mikor lejött, meglátta, és erre ugye felsőbb szervekkel, meg itt a földes úrral beszéltek, és lehozattak nem tudom hány sváb családot ide. Abban ugye a 40-es években, még emlékszem viszont 50, vagyis olyan 60-70 éves öreg asszonyok volt, akiket még így hallottam a templom ajtóból, hogy imádkoztak, úgy németül mondták állítólag, nem tudtam, hogy mi az akkor, vagy utána megálltak azt egy-két szót, de csak ezek a 60 éven felüli öregek voltak azok, akik már a Schwarzkopfokból, a Gedeonokból, a Weissenbacherekből megmaradtak, az elődökből leszármazottak, maradtak meg, és azok úgy valamit még hoztak. De már a 20-as években születettek, azok már kevesen, azok már nem tudtak hozni majdnem semmit se. A zsidókat itt Zajtában, itt lakott pont szembe velünk, úgy hívtuk, hogy Bernát bácsi. Hát volt neki, vagy 7, vagy 8 gyerek, én nem tudom, de mint az orgonosipok. Hát ugye itt jártak nálunk, jöttek, mentek, ugye, meg az apja itt szeretett vágni, ilyen hentes féle volt, bornyút. Szóval minden vasárnap levágott egy bornyút. Hát ugye azért kapott, nem tudom, mennyit, meg a felesége, Giza néni, az egy roppant ügyes asszony volt. És szinte azt lehet mondani, hogy azt tartotta a családot, már az anyjuk. A másik, Hermann, az pedig terményfelvásárló volt. Két Grózingernek még ismertem az apjukat, meg az anyjukat. Fekete Dávidnak így csufolták őket, és, de közben ő is Grózinger volt. Két fia volt, Hermann és Bernát. Azok ne is ültek meg, és így lett az a két család, ez a harmadik család, vagy negyedik, ez a Tóbi néniék, ezeknek nem volt gyerekük. Volt még egy özvegy néni, hogy milyen, azt nem tudom, de Nagy Gizának hívtuk, Giza néninek. Volt neki egy ilyen kis szató csizlet, abból élt, volt ki cukrukat, meg ilyeneket árult, abból élt. Mindig a küszöbben ült az öreg mama, ha jó idő volt, mert három lépcső volt, arra is emlékszek befele az utcáról, és ő ott ült azon a három fa lépcsőn, úgy öregeskedett. De meg volt neki végig a kis tatócsizlete. Mentem a bólok, hogy beik mit veszél? 4 kiló cukrot, gyere ide! Arok én neked azt mondja, nem számított nála két fillér, látod, hogy annyi haszon van rajta, az már megfogta a lőt, az az igazság. Hát volt úgy, hogy édesapám elelkedett egy kis pálinkáért, nem nagy izé volt, de nagy, oda mentünk Tóbi néninél, gabona pálinkáért. És akkor gyújts meg a tizet, megjutottam neki. Hogy miért nem volt neki egy szabad, hogy a tizet se rakták meg szombati napon. Olyan nagy ünnepek volt. Ez a Bernát bácsi, ez nem terményforgalmi munkával foglalkozott. És emlékszem is rá, még nincsen egy hete, mikor említettem, hogy annak idején, hát ugye mink is hatan voltak testvérek, és az édesanyám ott már 31-ben meghalt, és hárman voltunk még kicsik, úgyhogy a legkisebb 2 éves volt, tehát akkor el lehet képzelni, hogy mi mentünk át. És úgy volt, amikor, hát ugye nem volt akkor, nem tudom én, olyan nagy pénzforrás, és az édesapám elment hozzá, zöldvetésre kért egy kis előleget, és adott. Bernát bácsi, ugye szegények voltak, megvett mindent, amit tudott, ilyen bűröket, görénybűrt, engem rábeszélt, fogjam neki a lábát, nyúzta megfele.
Ez a görény olyan büdös volt, a csúda. Szegény zsidók voltak. És akkor kisnaményben való volt Giza néni, a felesége. És akkor édesapám, vagy édesanyámnak egy testvére, meg kisnaményben való. Édesanyámnak a nővére. És pont ez az én nővére, vagy édesanyámnak a nővére, ott laktak Giza néniékkel szent. Azt akkor mindig rábeszélt édesapámat, Bernát bácsi, hogy gyere már Bálint, menjünk el a rokonoknál. Mert azért, ha elmentek, mindig kaptak a puját valamit ott, naminban. És azt akkor, na hogy legyen, tedd fel a két kast, azt mondja Bernát bácsi, a pulyákat belehányjuk hátra, amit meg négyen ugye a tülésen mehet. Édesapám is csak rá elbitt, vagy engem, vagy valamelyik ideket, azt akkor Bernát bácsi, Giza néni hátul ültek, mint az urak, pedig elég mondom, hogy szegények, hogy helyezte. Meg volt egy vasárnap a vendégség. A bátyám az cipész volt, már az egyik testvérem. És ugye a régi féle házba úgy kalapáltak, és az nagyon jó volt, mert mindjárt a forintot, vagy pengőt keresett. Na most ezek a gyermekek ugye mindig itt csüntek már, ugye jöttek a műhelybe, meg megcsinálni, megszegélni a cipőt, vagy egy ilyesmit, meg ugye ellenkedtünk is sokszor vele, meg fogták, és ugye, hogy az apjuk meg így vallásosok voltak, azt adtak neki egy szalonát. Azt kaszakták, de úgy, mint a puja, úgy megette, mint a nem tudom micsoda. És ugye a fiúk már ugye direkt jöttek a gyermekek által. Nézeteltérés lett volna a zsidók meg a magyarok közt, nem hiszem. Nem. Inkább már, hogy így belemondjam, mik zajtában görögkatolikusok voltunk, itt legnagyobb része római katolikus. Ilyen felekezeti volt, így mi köztünk, azt emlékszek rá, hogy az iskolában is valahogy olyan római katolikusok éreztették, hogy mi kevesebben, meg kevesebben voltunk görögkatolikusok, mint rómaiak. És azért volt. De így arra nem emlékszek, hogy a zsidókat lenézte volna valaki, vagy. Nem tudok róla. Így visszaemlékszek, mikor vitték elfele őket. Na most, ugye az apja ugye így a szomszédokban jött, hogy hát mi csináljunk, meg stb. Szóval tudta, hogy na mi a következménye. Itt már így, ahogy visszaemlékszek, mert által jött itt apámékkal beszélgetett, és hozzákezdett sírni, már, hogy hát képzeld, de azt mondja, még ha én meghalok, de most nézd meg, te azt mondja, Feri, ezeket a fiúkat. Te mit szól, hogy mi a bűnünk ezért? Már érti, mit mondok, hogy milyen bűnt csináltam én? Hát soha senkivel a faluba, haragba, vagy stb. Így nem voltak. Tehát mit vétettem én, hogy nekünk most itt meg fog kelleni halni? Mert így mondta szó szerint. Így itt nem volt én, hogy ellenzék, hogy ellenség, hogy valaki örült volna neki, ezt nem hiszem el. Inkább mindenki sajnálkodott rajta. Hát mit, hogy ez igazán szegény zsidók voltak ilyen étre, nem váltottak senkinek. Hogy őket elhúzolták, ahol nem értett egyet senki rajtába. Által vitte Lajosnak az anyja, meg az apja az aranyholmit, meg az ilyesmit mondjuk. A németek, akik elfele vitt, illetve a csendőrök, hogy ezeket kellett rögtön leadni. Na most, hogy mondjam, ezt megőrizték mindegyik, hogy hát egyebet nem tudtak csinálni már apáink, mert hát hisz abban az időben, mikor a csendőr kijött, azt nem kell mondani, hogy milyen vigyázba kellett állni a községnek. 10 órakor megjelent a hivatalsegéd, az akkori kisbíró, fél órára gyertek buszára ki, ott állt a szekér. Ennyit csak, hogy szevasz. Lajosnak volt, hogy 3-4 pengét tudom, anyja akkoriban. Azt mondja, kis kocsmott arra végül. Gyertek, azt ígyuk meg ezt a pénzt, mit tudjak vele csinálni, nem kellene nekem újra azt mondja. Egy pohárbort ittunk rajta. Annyi volt a búcsú. Meg szevasz, mentek. Ott sajnálgattuk őket, hogy na vajon, hogy jönnek vissza. Nagyon sírt a nagyanyja. Hát el lehet képzelni azért, hogy
fogta a falat úgy szírt, hogy itt hagyni mindent. Hát csak a legszükségesebb valamit vitték. Felpakolták a szekérre, és akkor vitték elfele. A pulyár pedig, hát ugye mit se tudva, hogy hova viszik. Ugye ez a kuncutkodva, meg stb. De az a sírás, és szóval azért ugye, mint embert, úgy elítélendő, már így apámék is, meg anyámék is, hogy hát na, hát mi a bűnök? Már, ugye, mert az a helyzet, hogy ha egy embert elítélnek, feltétlen bűninek kell, hogy legyen, szóval csinálni kellett valamit. Így van? Na és akkor, hogy hát azért, hogy zsidó vagy. Mondjuk olyan 42-től körülbelül kezdődött, akkor tudok már jobban visszaemlékezni. Mert amikor mondjuk olyan 15 éves körülbelül lehettem, akkor már utólag meg már viselni kellett ezt a sárga csillagot, akkor az nagy megalázó volt. Az iskolába is ment az ember, fel kellett tenni. Csak csúfság voltak az emberek. 43-ban, amikor megkezdték így már, azt hiszem Lengyelországban kezdték el is ezt a zsidóknak az összeszedését. Mik már akkor csak még itt laktunk és hallottuk így, mert itt végállomás volt Szatmáról, itt átjárt a vonat. Régen a Romániából, és akkor ott hozták keresztül ezeket a zsidókat, ott csak így, mint gyerekek hallottunk, vagy kimentünk az állomáshoz, akkor láttuk, hogy a vagonokba azokat viszik. Már ilyen állatszállító vagonokba. Akkor már tudtuk, hogy előbb-utóbb mi kis sorba kerülünk. De arra nem gondoltunk, hogy csak azt mondták, ugye, hogy akkor még, hogy elvisznek bennünket munkára, és majd idővel haza kerülünk. Mert akkor arról volt szó, hogy ez a, hogy is mondjam magának, hogy ez a vallás, hogy mit is mondjak. Hát lényegében, hogy ezt a zsidókat elébb-utóbb, mert nem szerettek dolgozni, vagy mit tudom, és elviszik Németországba munkára. Erre nem gondoltunk, hogy mik is. De azt utóbb már hallottuk, hogy akkor 44-ben begettóztak bennünket, átvittek bennünket Nagypeleskére. Ott voltunk, hogy egy-két hétig. Onnan aztán szekélyre elvittek bennünket, Szatmáron volt ez a begyűjtővár gettó. Ott gettóztak be bennünket, ott is voltunk körülbelül egy hónapig. Apám az 90-ben született, 44-ben vittek, hát akkor az egy olyan 54 éves, ha jól számolok, 54 éves volt, anyám meg olyan 45 körülbelül. 5-ön voltunk fiúk. Én voltam a legidősebbik, én akkor 18 éves voltam. A többi 16, 14. Egy 12 öveg volt, egy kicsi, az csak 5 éves volt. 5-ön voltunk, mind fiúk. Így lettünk olyan sokan, hogy mindig lányt, szerettek volna egy lányt, azt mind fiúnak sikerült. És mikor aztán innen elvittek bennünket Szatmára, Szatmáról bevagonéroztak bennünket, együtt mentünk ki Lengyelországba, Auschwitzig. Ilyen szarvasmarha vagonokba belöktek bennünket, ahány csak fért. Egymás hegyén hátán. Oda vizeltek, oda piszkoltak mindenki. De nem is volt ahol még izé, hanem víz nem volt. Ettől kutyább dolog nincs, hogyha az ember nem eszik, az nem veszélyes. De a víz. Mert körülbelül minket olyan április-májusába vittek. Végig így Kassán keresztül, azt hiszem Lengyelországon keresztül úgy mentünk, és nagyon nehéz napokat éltünk. Hát körülbelül egy olyan 3-4 napig mehettünk. Körülbelül, nem tudnám azt pontosan egészen megmondani, odáig, de nagyon nehéz. Rengetegen megőrültek a vonatban. Nekünk is volt egy rokon nagynénink,
az is már itt a gettóba megőrült. Úgyhogy nagyon nehéz. Voltak sokan, akik meg is haltak a vagonokba. Hát a mi vagonunkba nem haltak meg, de volt legalább kettő, aki meg volt őrülve. Vizet nem adtak fel, nem is valahol megálltunk, úgy Kassa körül, és ott vizet akartunk volna, valaki lelökött kancsaut ott a vasutasoknak, és nem hagyták, hogy feladják a vizet. Megőrültünk, mikor oda keveredtünk német, vagyis Lengyelországba, hát ott azt hiszem, így a WC-nél voltak ezek a büdös mindenféle vizek, csak a vizet itta mindenki. A víz a lényeg. Akkor így a vagonból, mikor szálltunk kifele, úgy németül kiáll, vagyis magyarul fordították le, hogy 18 éven felüliek ebbe a sorba, meg a férfiak, nem tudom hány éves korig, ilyen külön sorba mentünk. Annyit tudtunk csak egymáshoz szólani, hogy majd este találkozunk. Sose találkoztunk többet a szüleikkel. Nem tudtuk, vagyis akkor én még nem hittem, hogy nem találkozunk többet, azokat külön vitték és folyamatosan krematóriumba elégették őket. Hát így maradtunk meg, az öcseim is csak úgy tudott megmaradni, hogy ő rajta látták, hogy fiatalabb, azt valahogy úgy nem vették észre, hogy ott sorakozóba mentünk fel négyesen, azt valahogy én velem. Ő összekerült, aztán már mikor így 3 napig válogattak akkor is bennünket, mert így levették bennünket, le kellett jegyezni. Így mezítelen voltunk, hogy 3 napig ott ültünk. Azt ő már leült Kinyába, téglára, mert ott is még utána is csak válogatták, és akkor már hallottuk, hogy akik nem kerül így munkára, azokat mindet ott rögtön elpusztítják. Úgy, hogy folyamatosan. Hát ugye egyszerre nem lehetett olyan sokat, úgy, ahogy befértünk. Borzasztó nehéz 3-4 napot éltünk, mikor keresztül már, akiket így munkára vittek, mert lenyírtak bennünket, szőrzetet alól, felül, akkor ez a tetoválás is borzasztó nehezen ment, napokba kerültek, mert ott nem név szerint szólították az embert, hanem ez a szám szerint, ami itt van a karmon. Ez így van, hogy ez Auschwitz, 8030 a számom. És így menni kellett ilyen egészségügyi vizsgára, lényegében, hogy nem-e vagyunk tetvesek. És ott a bizottság valami nő írka firkálta ott felfele így a számokat, hogy kik jelentek meg, mert meg volt mondva, nem volt ilyen, hogy megint nem jelenünk, hanem az én számomat valaki elfelejtett ott beírni. És akik nem írták be, másnap be kellett menni ilyen reportra, volt egy ilyen külön terem. Addig én még sose tudtam, én nem is láttam, mint itt a rendőröknek most, hogy van ez a gumibot. Tudta az Isten, hogy hogy van, vagy mint van. Csak mondja nekem, akkor még nem nagyon tudtam jó pertet németül. Hiába magyaráztam neki, hogy voltam, hát nem írták be, mondom, hát hogy ne lett ott, nem lehetett, hogy hiok magamnak 2 tanút, hogy voltam, vagy nem voltam. 25 botot kaptam érte. De én még életemben sose tudtam, hogy mi ez a bot, már ez a gumibotolás, de úgy be kellett ott feküdni ilyen székbe. Én higgye meg, abból nem éreztem csak, hogy 5-öt. A többit már nem tudom, hogy volt. Arra emlékszek, hogy ki voltam lökve ott valamelyre is. Majd úgy, azt hiszem így este fele úgy feleszméltem, hogy hol vagyok. Attól kezdve én körülbelül vagy 2 hónapig nem tudtam így a hátamon feküdni. Állandóan hason kellett feküdni, de feküdni. Hát a barakokban nem volt izei, csak egyszerű deszka az ágyakon, ilyen emeletes ágyakon. Csak deszkák voltak, és azon kellett, hason feküdtem. Sose felejtem el ezt a 25 botot. Hogy én ezt csak azért kaptam, miért elfelejtették beírni. Mána, ez elképzelhetetlen dolog. Ha valaki nekem mondaná, hogy egy ember ezt kibírja, már nem azt a 25 botot, hanem a többit is, én nem hinném, mert hogy egy ember ilyen erős tud lenni, hogy ennyi szenvedésen keresztül tud menni. A nap ahol kezdődött, hogy reggel, hát általában mondjuk már 5 órakor felköltöttek bennünket, aztán vagy ilyen fekete kávészerű, valami légyót esetleg adtak, mert a kenyér ki volt adva már az előtt este, de még azt már megettük. Utána való napra való már az előtt este. Megettük, és akkor így mindenki, aki be volt osztva ilyen munkacsoportba, így a lágerből mentünk kifele. De mégpedig fúó zenével vártak bennünket,
a kapunál a fúvók zenére lépés tartással kellett kifele vonulni. Nagy kedvünk volt. És aki nem tartotta a lépést, azt ki is állították belőle, ha megkapta a napi fejadagját. Botta, miért nem tartotta a lépést. A nagy kedve volt ott a népnek, meg a nagyon sok katona se volt, hát én se, hát 18 éves voltam, a Leventébe jártam itthol csak. Ha nekem valaki ezt így elmondaná, én nem hinném már semmiképpen. Éhen szomjan dolgozni. A tisúdek a kenyeret adtak, és én amikor oda megérkeztünk abba a barakba, én nem tudtam, ott össze volt rakva. Én azt hittem, hogy vályok, nem tudom, maguk ismerik-e, hogy mi az a vályok, abból így faluhelyen házat építettek. Én azt hittem az. Hát ilyen fűrészporral volt a kenyér így megkeverve, szerintem csak fűrészporral, mert az a húszdeka, hát az semmi sem volt belőle. De mégsem tudott az emberrel aludni, azt meg kellett tenni. Kiadták így estére, addig nem létezett volna elaludni, míg azt meg nem ettem. De csak buzaleves, volt általában répaleves, de attól rosszabb, mint ez a buzaleves, de hát ott nem úgy zsírral meg izeivel ettük, hanem csak vízzel. De ma volt a szerencse, hogy ott legfiatalabb voltam így ebben a brigádban, és látták, hogy jó dolgozok, meg el is végzem a munkát, megengedték, hogy mikor vitték vissza fel a kondeit, úgy megkapartam a széleit. Kapargattam róla. És így én valahogy eléltem. Nem voltam nagyértű soha, és kibírtam. Meg amelyre mentünk dolgozni, hát vagy egy kis gazt, hát nem sauska, mint itt, hogy szeretem a sauskát, hanem ahogy mentünk kifele, és láttam egy kis gazt, bekaptam, vagy ilyesmiket. Vagy így a határba, így ilyen káposzta torzsáknak azokat a lerohadt leveleit. Volt olyankor, hogy vacsora lett volna, valaki tolakodott, akkor elővették a gumibotot, és addig verték a népet, az ennivalót kiborították, és miért valaki tolakodott, akkor nem kaptunk semmit. Ebből befejeződött a vacsora. A veréssel, körbe fel a barakon. Akit érték. Volt, akit ott meghalt, úgy tanálták megütni. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt. Abba beleegyeztünk volna mindenképpen, meg azt is izéltük itthonen is, mikor elmentünk. Hát dolgozunk, kibírjuk, még falusiak voltunk, kibírjuk a munkát, majd hazakerülünk. Erre nem gondoltunk, hogy elpusztítanak bennünket. Hát szóval ezt nem hitte volna senki. Volt ilyen, mikor már körülbelül elhúztunk egy-két hetet már, akkor gondoltuk, hogy soha nem tanálkozunk többet, mert hallottuk ott, hogy a krematóriumban, hogy akik ott maradtak, azokat mindent pusztítsák el vele, csak meg lehetett tudni akármilyen fegyelem volt, hogy soha se tanálkozunk többet. De ahol dolgoztunk, ott is végig voltak villanydarók, meg egyebek áramból, hát beleugráltak nagyon sokan, akik el akartak szökni. Már aki megunta az életét, belelőtte magát. Nagyon sokan. Nem volt olyan nap. Látott? Hát, hogy ne láttam volna. Meg akasztófát se láttam soha életemben. Én azt gondoltam, egy nagy magos fa lehet ez az akasztófa. Aki nem jó viselkedett, vagy nem csinálta, vagy látták már, hogy tovább nem arra való munkára, nem való, azokat elpusztították. Vagy agyonlíték, vagy úgyis meghalt ilyen szomja. Vagy felakasztották, aki nem jó viselkedett, felakasztották. Minden reggel volt ott. Általában 20-30 ember, akit felakasztottak. Én sose láttam ilyeneket, hogy ilyen is van, úgyhogy fegyelem volt, de nagy. Talán mondhatnám, hogy abban az aulombányában volt a legnehezebb, mert mikor már a felszínen dolgoztam, akkor olyan sokat követeltek, hogy ugye már a többi nem nagyon bírt, aztán nem is tudom, hogy vagonszámra kellett kifele lökni belőlük azt a izét, nem géppel, hanem csak lapáttól. Borzasztó el voltunk van. Már utolsókat izéltük már akkor, nem bántam, hogy ott halok meg. Annyira el voltunk, hogy nem bírtuk és követelték. Követelték, mert ugye ki voltunk adva ilyen bizonyos maszett gyárosnak is. És az nagyot követelt tőlünk, annyit követelt, mint egy erős embert, hát hiába látta, hogy végkigyengülésben vagyunk már. Egy hónapig már nem bírtam. Hát dolgoztam a izébe is. Én halottakat hordtam kifelé. Úgy, hogy itt rosztam a halottul, nem fogtam volna meg. Semmi pénzért régen.
De volt olyankor, egyszer beosztottak engem, ott dolgoztam, vagy két hétig. Ilyen halottakat szállítottunk kifele, mert akik már úgy le voltak gyengülve, azok ugye már, aki nem bírt kimenni munkára, azok ott bennmaradtak a barakba. Hát amelyik még láttuk, hogy úgyis meghal, már reggel ne legyen annyi dolgunk, vagy kivittük már még asztat is, amíg még élt egy kicsit. Lőttük bele abba. Volt egy óriási nagy gödörás, ha mondjuk egy ilyen 200-300 embernek való nagy gödör, és volt ott a lágerbe két ökör, egy ilyen stráp szekélyszerűséggel, és akik be voltunk osztva, akkor végigjártuk azt a barakokat egy katona, vagy egy ilyen SS később bennünket, felhaigáltuk, amelyik még élt egy kicsit, azt is belőttük, mondjuk úgyis meghalt. Jó jártam, akkor voltam a legjobb helyzetben ott, mert a halottaknak már a zsebeiből, vagy egy kis krumpli helyett, vagy egy kis kenyér, vagy mindnek maradt, mert már nem bírta megenni. Most akkor jó éltünk, meg kikapoztuk a zsebeiket a halottaknak. Na. Nem ismertünk még már se Isten, se embert. Csak avval foglalkoztunk, hogy kéne kis répa levelet, vagy valamit enni. Később Oszmán, mikor már a front annyira ránk közeledett, akkor már nagy bajok voltunk. A tetünk, olyan tetvesek voltunk, hogy már a ruhánkon, vagy az ingünkön kaparni lehetett. Olyan nagyon. Már utólag rengetegen mi elpusztultunk. Már teljesen alig maradtunk. Hát gondolhatja, mentünk, én nem is tudom milyen folyó van ott Németországban, mellette gyalog voltunk. És hiába ott mentek közté a mellettünk ezek az SS katonák, rengetegen beleugráltak abba a nagy vízbe. És ott lőtték bele őket a vízbe, melyiket eltanálták, melyiket nem. Nem nézték, hogy tudusni, nem tudusni. Ugráltak bele. Még inkább volt a legnagyobb bizony, hogy én is el akartam volna szökni. Mert egy lengyel volt velem, egy lengyel ember, azt ott mentünk keresztül fele a vagomba, mikor mentünk két hétig ebbe a nyitott vagomba. Semmi nélkül, azt hiszem egy kenyeret adtak csak az útra, semmi egyebet. Két hétig ültünk a vonaton, de nem a vonaton, hanem a nyitott ebben a marha vagonokban. De nyitottak, nem a fedettekben. De akkor olyan hidegtél volt, hogy borzasztó. De alsó nemű nélkül voltunk, csak abban a szárabb ruhában voltunk. Sem meleg sapka, semmi, csak az a kerek címléteres sapka volt. És azt mondta, ő akkor kiugráltak, mert éjjel, ahogy mentünk, ő felismerte, hogy ott megyünk keresztül valahol a falujokon, vagy a városokon a vonattal. Meg lassan mentek a vonatok, mert ahogy ment a front, nem mertek mindig menni. Azt volt olyankor, hogy egy napot is álltunk egy-egy helyen. Vagy a nyitott helyen, vagy ilyen állomásokban, tehát leszállni nem lehetett. Mindenki ott csinált mindent magával, csak a vagomba. És én is már ezzel az emberrel ki akartam ugrani, mert vagy kiválták a kézzel kikaparták a vagonnak kinyokba, gondolhatja azt a vastag deszkákat, és úgy csúsztak lefele. Hát azt éjjel nem mindenkit vettek észre a katonák, hiába álltak, és csak hallottuk a nagy lövéseket. Már én is pont ki akartam ugrani ezzel a fiúval. Ő ki is ugrott. Én mire ugrottam, megállt a vonat. Lengyelországból fél egészen Berlinig mentem. Dresdenig. Dresden. És ezt a Dresdent akkor értszak így, ahogy mikor ott álltunk arra a városon kívül, akkor ezt a Dresdent akkor éjjel a főd úgy elbombázták, hogy teljesen nem maradt semmi. De mik nem féltünk a bombázástól. Mondjuk legalább meghalunk, de minket sosem érte valahogy. Nem nagyon mentünk, mik a bunkerbe, hogy sikerült akár, hogy piszkáltak, hogy menjünk belefele, ment a nyavaj. És mik így, ahogy megmaradt. Eleinte úgy abban az én csapatomban, amikben én dolgozgattam, voltunk legalább vagy 5000-en. De már mire odaértünk ebbe a Terezinbe, annyira elpusztultunk, hogy nem voltunk többen, mint 800-tól 1000-ig. Úgy nem volt idő számolgassuk, hogy ki hiányzik. Hanem akkor vagy két napban minket nem vittek dolgozni, és éjjel hallottuk már nagyon ezeket a fegyverropogásokat. Az okosabbjaim, aki értette meg, észrevettük ezeken a németeken, akik ügyeltek ránk, katonák, hogy ilyen esesek, hogy olyan nyugtalanok.
nyugtalanok, azok már tudták, hogy itt előbb-utóbb ők el lesznek abba. És egy tudom, hogy így egy reggel hajnalban csak halljuk, hogy már, ilyen közel vannak ezek a fegyver ropogások. Ezek csak megijedtek, mind egyszer csak körbevettek bennünket is ezek a nagy szovjet nehéz fegyverekkel. De minket úgy nem bántottak, nem volt ki. Biztos valaki megmondta, hogy mi nem katonai szökevények vagyunk. Hát azért azt szokták mondani, hogy add vissza neki. Lényegében mik nem nagyon tudtuk visszaadni azoknak, akik velünk voltak. Nem adtuk vissza nekik azt a bánásmódot. Na láttuk, ők azok, hiába akkor ők még jól néztek ki, de két héten belül olyanok voltak, mint mik ilyen muzulmánok. Körülbelül egy hónapnál tovább, majdnem tán, vagy két hónapig voltam én ebben, ahol felszabadultunk abba a városba, vagy faluba, se tudom micsoda. Míg sorba kerültünk a hazaszállításnál, de nem is tudtak bennünket szállítani, mert akkor, hogy jól laktunk már, inkább hoztak egy kis tejet, meg mindeneket, akkor legalább ebből a 800-ból, vagy 1000-ből a fele meghalt. Nem bírt az ennivalót. Tifusz kiütött, majd én körülbelül ilyen július fele keveredtem haza. Jártam tanulni ott egy jogismerősünknél, és kiabálják, hogy figyeljetek már, Lajos jön hazafelé. Kiszaladtunk, hát magába jött. Úgy összeszaladt a falu a perc, amikor megindult. A túlsúlyok kiabálták, hogy jön Grózinger hazafele. Hummon szaladtunk, mint hát már mi akkor egy jó megfúják voltunk, az igazság. Na, ez meg volt az öröm. De ugye hát neki eléggé a dőlem volt, hogy hazajött, de haton ott maradtak a családból. És így már tudták, hogy hol vannak. Itt nagyon jól fogadtak, sírtak, mikor megláttak. Hát mindenki érdeklődött, hogy vagyunk, hányan vagyunk. Hát mondom, én vagyok magam, még az öcsémről se tudtam. Csak egy éjjel hallom, hogy valaki kopogtak, majd mikor én már hazajöttem, ő még majd két hónappal, de ő már jobban nézett ki, mert ő amerikai fogságba keveredett. Hát ugye az nagyon jó érzés volt akkor, hogy legalább ketten meg vagyunk. Hát ő se tudott többet mondani a többiről, mint én. Ő is csak annyit látott, hogy mikor kiszálltunk, hogy annyit intettük, hogy majd este tanálkozunk. Azt hittük, hogy ugyanabban a barakban lesznek, ahol mik. Dolgozunk, az kész. Kibír. Hát az jó érzés volt, hát utána aztán csak előfogtuk magunkat, hogy itt már nincs mese, itt nekünk kell megkezdeni az életet. Nem volt hová menni, hogy hova keressem. Senkit. Megtudtuk, hogy most már csak magunk maradtunk, mint fiatalok. Én is mikor hazakeveredtem, hát mikor voltam 19 éves. Soha életemben ilyen életkezdést még nem tudtam, hogy kéne az életet kezdeni. Mert még akkor nem voltam ilyen magam gazdáj. Vagy egy évig így körülbelül össze-vissza hányogtam, vagy két helyen is kóstolódtam. Hazajött az üres lakásba. És hol levet, hol nem. Azt se tudta, hát fiatal volt, hogy mihez kezdje. Mert én meg sehol senki, aki irányította volna, meg kellett álljon a lábán. Visszakapta a teheneket, elkezdett gazdálkodni, lovat vett. Ezek voltak. Elég nehéz volt. Utána disznót is vett, levágta, már akkor átállt erre a posztra, addig ők nem ettek disznóhúst. És utána, ahogy
jött vasaltatni, meg minden. Az én anyukám megszajnálta, mindig megkínálta. És így is jött találni a szemet. Jó lelkű volt tényleg, bárkit megkínált. És ő szerette is, ahogy főztünk mi, és akkor valahogy így összerázottunk. Utána meg már megromlott a kapcsolat. Hát, hogy én, mert az az igazság, hogy hát azért most is megvan az, hogy hát csak zsidó. Te Mariska, mondják anyunak, hát hozzon a nyárad a zsidó fiúhoz. És neki senki esze. Dehogy arom, azt mondja anyu. Hát itt már ugye ezt megbeszélték, hogy ez már úgyis megy, akár tetszik, akár nem. Itt már ketten ezt megbeszélték. Azt, hogy mivel az apausom kovács volt, oda mentem vasalhatatni a lovakat. Így keveredtem valahogy, úgy kezdődött, azt hiszem ez a szerelem. Megláttam, hogy jó dolgos. Szóval szerettük egymást. Akkor még nem vagyonnal ment, hanem szerelembő. Házasság. Apró, a lénytesőrnek tényleg nem zsidó is. Nagyon rendes suszterembernek a fia udvarolt neki. Elvitték katonának, egy levelet írt. Hiába írt neki, de oda a fiók, mert most a fiók számolt. Szállott, egyszerűen kis semmi. Ott is maradt, meghalt. És így azt jött a zsidó gyerek. Mert el, és ki is keresztelkedett, előtte nem ment hozzá addig, nem lehet hozzá, mert katolikus lett, ki kellett neki keresztelkedni, addig nem lehet hozzá menni, úgy megöltek volna valóban minket, ezek a magyarok, ki keresztelked a pap előtt. Római katolikus, a puja is. Hát az apukám nem volt ellene, hanem a család, a anyukám meg a testvérei. Hát ugye akkor még olyan lehetetlen dolog volt, hogy valaki még reformátussal is egy katolikus. Nem, hogy ilyen ellentétben. Úgyhogy meg kellett neki járni a poklot, mert nem tudom, hányszor el kellett menjen Nyíregyházára a rabihoz, vagy adjon egy papírt, hogy kikeresztelkedjen. Mert ugye ragaszkodtak a szülők, hogy meg kell templomba is esküdni, nem csak tanácsba. Nehezen ment ugye testvérek, meg a szülők is, akkor még ez egy ilyen nagy valami volt, az a vallás, szemség, hogy ki milyen vallású, lehet élős csak ahol ment vére. Akkor még nem volt ilyen, hogy református, katolikus. Ez nagyon nehezen ment még akkor így. Falu helyen pláne. Pláne meg én, meg egész más. Ebben a vallással, de mondom, azt kikeresztelkedtem különben. Hol nagyon nem tartottam egyiket se. Én velem nem sokra mentek egyik se. Neki van egy nagybátyja Izraelben. Az eljött a feleségével, mivel az anyukám egy faluba való volt vele. És mondta, hogy ez lehetetlen, mert nekik is van egy törvényük, mint ahogy nekünk. És mondta neki, anyukám azért talpra esett volt, azt mondta neki, hogy hát figyelj ide, Jenőkém, azt mondja, a szerelembe se a bíró, se a, senki nem parancsol. Ha a gyerekek úgy képzelik, akkor... Na most ugye a mester úrnak a jánya, a mester úr legényit várta volna, de közben Lajos, hogy így, ez az igazság. Az anyjának csak maradt a szép kis szája, egy-két nyaklánc is előkerült valahonnan már, hogy így ment. Hát akkor egy kis sárga rézgyűrű, 46-ban mi volt akkor, hogy boldog, nem volt senki, ne semmi. Akkor a sárt meghozta neki, hát végigment arra fogunk nézni, na hát ez a Grózinka, milyen sárt vett annak a drobnyást? Kovács Jánának, Kovács Jánának mondták. Pilettárgyalva, és még avóta szerencsétlenségben lett szerencse, hogy vele szemben lakott egy 150 holdas földbirtokos. Az meg Lajost Isten ilyen szerette. Az ő apja Hermán, az ott nőtt áll fel az SS Pulyák annál az uradalomban. Nagyon jó, rendes gocsnak, kocsiódat meg hétel. Az meg hozzá fogod közvetíteni, hogy ez most csak csináld, majd én mester úrral beszélek, jött a mester úr, gocsió. A gocsó is azt mondta, hogy azt mondja, apu, gocsó is azt mondta, hogy
hozzá, hogy ne jár nekem a száraz, mint... Nem, mert... Hát ugye egy nagy ház volt neki, egy régi ház, akkor a zsidóház megmaradva, vagy nem bontották el senki, az 5 vagy 6 szobás volt. Volt benne. Még maradtak meg a butrók is, mert egyrészt, hogy csak elvitték, elhúzgálták a butrókat. Abban azért nagyon jó volt. Ez csak összekerültek el az igazság, 46 tavaszán. Gocsú lett a tanú, a papnál. Nem volt idő sokáig teketauriázni, mert nem értem rá. Nem mondjam ide vagy másfele, mondjam, mit tudom, mondhatom. Alig értem el a lakadalmamba is, utolsó percen. Kint voltam akkor is szénát szállítani. Raktuk a vagomba befele. Mondom ezeknek, akik velem dolgoztak, hogy halljátok, hát nekem menni kéne a lakadalmamba fel, hát ne játszunk már. Alig tudtam a lovakat átfogni. Hát akkor azt elkezdtünk ugye gazdálkodni, volt egy kevés földünk. Gazdálkodtunk, rengetegen dolgoztam, míg ide keveredtem. Hát ugye akkor is a földből elég nehezen lehetett megélni akkor. Fuvarozgattam közben. Még postát is voltam. Innen Zajtából minden nap voltam, 2 évig hordtam a postátig lovas szekérrel. Ez azt hiszem ilyen 51-ben volt. Hordtam, hogy 2 évig. Mindegy 9-kor kellett menni, és délután 3-ra itt kellett lenni. Ez ide 15 kilométer. Ezt minden nap meg kellett tenni. Azt is csináltam. Akkor a keverőbe zsákoltam, majd 2 évig. Hiába rossz a lábamhoz, a nehéz zsákokat. Sokat kellett szenvedni. A Gizikához jött július. 47. Június másodikán. Utána még ő nem volt 2 éves, jött az Eliszke. Az nem volt 2 éves, jött a fiam. Akkor ő a postát hordta. Reggel azt mondja, már nagyon beteg voltam, azt mondja, na ha ez is lány lesz, ő haza se jön. És máskor 3 órára kellett volna. Hazajöjjön a postával, mert orta egész Kisorvosig, meg vissza. És akkor, hát már 1 órakor itt volt, de még nem volt meg a gyerek. Mondtam neki, hogy mikor meglett a gyerek, azt mondják, hogy fiú. Hát akkor nem kórházba születtek a gyerekek. És az egyik asszony mondja neki, fiú van Lajos, a másik mondja, hogy jány. Azt én tudtam, azt mondja. Most már mutassák meg. Mikor megmutatták, úgy elment, hogy reggelig haza nem jött. Nagyon nehéz életet éltünk akkor, még sokat kellett dolgozni, mert ugye még családi pótékot se kaptam, soha. Megmondom miért, mert én akkor a TSZ-ben voltam. Már ilyen 51-ben vagy 49-ben. Inkább 51-ben bekerültem a TSZ-be, és akkor az volt a törvény, hogy 3-10 éven aluli gyermek. Nek meg kellett lenni, akkor kapta csak a családi pótékot, azt mindig úgy arámult, hogy egy több volt. Vagyis az ideje. Több volt, és így nem kaptam családi pótékot. Soha semmit. Tartottunk jószágot, ugye a feleségem itthon dolgozott vele, én meg a TSZ-be. De általában a TSZ vezetőség, azok kerültek be a községben, a vezetőségbe, akik valami az életet, konyítottak valami, vagy elmertek mondanom a valós gondolatait, mi belekotyogott a dolgokba, már kezdett, hogy nem így kéne, hanem birkát kéne, vagy tehet kéne, vagy éppen sertés kéne tegyesz, amiből több pénz van, ösmerve a kereskedelmet, úgy, és így felfigyeltek rá a percen, aztán elküldték Zsámbék, egy iskolá, és akkor elnök lett. Még a feleségemnek a gyerekek mellett is ki volt mérve a terület, meg kellett kapálni. Hát nem voltam én TSZ elnök, mint később, hanem bizony, mint fogatos kezdtem csak a TSZ-be. Hát később lettem, aztán már állattenyésztési brigárvezető, azt így kezdtem. Voltam agronómus is, vagy 2 évig. Holott iskolám nem nagyon volt nekem. Csak a 8. osztályon volt, és Zsámbékon voltam 1 évig. Ilyen elnök képző iskolán, attól kezdve lettem. Most 59-be keveredtem. Akkor lettem már TSZ elnök. Elment ősszel, és majd tavasszal jött haza, de közben jött haza azért minden 6-7-ben, mit tudom én. Úgyhogy etettem, itattam, a gyerekeket neveltem. Elég buta voltam, hogy vállaltam. Itt voltam 70-ig,
teljes elnök 60-tól 70-ig, és akkor voltak ezek a faluknak az egyesülések, és Zajtával egyesültünk én már akkor. Utána aztán nem egyeztem itt az itteni elnökkel, és én elkeveredtem Rozsályba. Ott lettem teljes elnök, ott voltam egészen 1970-ig. De azt nem nagyon féltünk egymástól, és akkor még így a párt is diktált, Mételeken így problémák voltak a teljesbe, le volt gyengülve minden, és tudták, hogy én szeretek dolgozni, éjjel-nappal küszködtem, csináltam, és úgy keveredtem Mételeki teljesbe, egy legyengült teljesbe. Rend és fegyelem volt, mert én már reggel 8 órára, mire az irodába menni kellett, én már akkorára kijártam. Nekem nem lehetett azt mondani, hogy mi van a határban, mert én meggyőződtem róla. Nekem nem bemondás, és én nem autóval jártam a dűlőutakon, hanem nagyon sokat pricskával, lóval vagy akármivel. Én keresztül mentem, vagy kerékpárra. Üzleteltünk is egy kicsit. Hát azt is megpróbáltunk, ahol csak meg lehetett a pénzt fogni, benne voltunk. Hát mindig tudtuk, hogy a szarvasmarhát vagy egyebet hová kellene majd eladni. Vagyek ebből a gépekkel, meg különböző nagy fuvarokat vállaltunk. Akkor még megfizették. Ennél a védőgátnál is sok milliókat kerestünk. És akkor még kiálltam, hogy kevesebb adót fizessünk. Volt egy kis protekció is, mondom később. Az is kell hozzá. De én a munkások közt csak olyan 40-edik voltam a fizetésnél. Már tömegben érzve. Körülbelül 40-edik voltam a fizetésnél, mert egy gépkocsi vezető, vagy egy takarmányos, vagy egy állattenyésztő mindig többet keresett, mint én. De én haza a családomnak a legkevesebbet hoztam, azért kellett nekiek itthon. Szoros marhával, meg a feleségem volt, hogy 6 tehenet is fejt, gép nélkül, annak köszönheti most, hogy ide keveredett. Már a betegsége. Mert nagyon sokat kellett dolgozni. Mert én volt önkor fizetés, mint hogy itt. Előzőleg elmondtam, nagyon keveset hoztam haza, mert el kellett járni, hogy a teljes menjen, nekem az pénzembe került. Ha valahová elmentem, nem mondhattam, hogy ő fizesse az ebédet. Nekem kellett fizetni, de nekem azt nem fizették meg, mint most. Zsebben nyúltam, kifizettem. És mikor én már átadtam a teljeszt, akkor egy nagyon jó ütőképes, egy gazdag teljeszt adtam át, aki ez idáig volt teljeszélnek. Főkönyvelő volt a teljeszélnek, a főkönyvelőm, és én azt javasoltam, hogy utódomnak. Mert annyit mentem, hogy a szívem meg a, hogy hívják, teljesen kimerültem. Egy kisebb mérve agyvérzést is kaptam, és a vérnyomásommal azóta is nagy problémák vannak. Általában 180, még kettőnél jó érzem magam. És mindig mondták az orvosok, hogy bekerültem azt a kórházba, mindenbe, füredem, szép szanatóriumban, mindenfele voltam. De mindenütt csak azt ajánlták, hogy ezt a munkát nekem abba kell hagyni. Ha akarok, még tovább élni. És így. Így. Se a járás, se a falu engem megsirattak. Mételeken és mai napig is sirattak. Hiába most még 67 éves vagyok, mindig mondják, hogy jaj, csak sose hagytam a működőt, akkor a teljes még mindig megvan. Még ezelőtt egy pár évvel is hiába nyugdíjas voltam, adjatok béke, mert hát én már nem bírom ezt. Mert idegileg annyira ki voltam. Na de hát én elmentem reggel 5 órakor, én volt olyankor, hogy a gyerekeimet csak egy héten esetleg a vasárnap láttam. Mert mire reggel mentem, még aludtak, este meg mire hazakeveredtem, meg én aludtak, úgyhogy én nem láttam őket nagyon hetekig, mondhatnám így. Valaki hozzá a trámat, hol lesz Max úr? Egy szúrnál?
Ilyen a segítség. Láttak mindig disznót? Persze. Mindig kettőt, hármat. Mindig. Nem mindenkor ment ennyire. Elég volt ott egy is valamikor. Ezelőtt vagy 20 éve. Még annak, is oda kellett adni a zsírját. Mert hozom két fáta. Most nem volt annyi zsír, amennyi. Béla, nem igen van ott. Hol van a nagy színes táv? Hát az egyik itt van. Nem, a másik, van egy nagy mély, ami alatta volt. Hova tették két? Na, azt ki kell mosni, azt abban rakja a kolbászus. Hát az piszkos. Csipeget? Hogy fog? Ami így szeretem csipegetni. Utána nem eszem. Egy. Te meg az elvét. Na, ilyenkor kell jönni. Nem lesz meg a napszám. Másfél óra. Jó, vannak a gyermekek, akkor. Jó. Bejössz itt a rendezedik a mi nem engedték az iskolából őt. Nem engedték a fenét. Örülnek, ha nincsen. Örülnek, ha nem engedték. Jöjjenek bejjebb, aki fázik. Szeretnél venni azt a felítőt, mert azon nem lehet felhozni. Hentes, hogy engedjék. Ja, nem. Hát a miénk ez nem ilyen, a húlkot őt, papu. Háromszor ilyen. Ez nem is egy. Jelé, igaz. Mondom, el kellett volna hozni. Jóska heggeztette a férjés. Na, engedd. Jobban, így nem töltjük a reggelése. Engedd el innen. A hentes jöjjön ki egy percre, ha nem hagyja. A apujék nagyon sok támogatást, a tojástól kezdve a húsig, minden nagyon sok támogatást, disznót ők adnak. És tőlük sajnos, 66 évesen ők támogatnak, férjemnek szülei nem élnek. Az öcseim még jól állnak anyagilag, a húga még jól állnak. Hát egyedül én vagyok, aki a családban úgy nem áll jól anyagilag, legfeljebb becsület van. Tényleg nagy ünnep volt, a falu vagy a család apraja nagyja mindig megjelent disznóüléseken. És akkor délelőtt lazán zajlottak az események, nem ilyen felfokozott tempóban, felgyorsult tempóban, mint ma, hogy csak a munka, túl legyünk rajta, és akkor mindenki ment a maga útjára, kóstolót felpakolva, meg ilyenek. Hanem ott maradtunk délután is, és akkor készült el az ünnepi vacsora, és akkor az egész rokonság, gyerekek, mindenki együtt volt a család. Mindenki így ismeri, hogy Rosinger, szóval, mint egy lókupert, de mindent, meg forgatta jószágot, tehát mindent, ami létezett, jó üzleteket csinált.
Értettem. Tanultál valamit tőle? Hát valamennyit, igen. Valamennyi. Azt hiszem mindenkre ragadt, mert azt hiszem zsidók. Én csak így hallottam, hogy majdnem mind kereskedő, meg ilyen emberek voltak. Hát én is kereskedő, mert azt hiszem vendéglátóiparban dolgozom, úgyhogy tisztességet, becsületet tanultam. Hát az az igazság, hogy apámat annyira érzékenyen érintette ez a dolog, hogy nem szívesen beszél ilyen dolgokról. Teszem azt olyan, hogyha a tévében vagy valamilyen módon felhozódik, vagy látja, még akkor is kimegy még a lakásból is. Most is, hogy ott hol voltunk a disznóölésen, észrevette egy pici kenyérhaj. Nem én tettem bele, mert én tudom, hogy apu allergiás rá. A húgom dobta bele, ahogy a konyhában volt a szén, hát tehát a gáz nincs. Villanykályha, meg a konyhába szeneskályha, és a szén köz volt a kenyér, és apu rögtön kérdezte tőlem, hogy kidobta bele a kenyeret. Mondom, nem én voltam, de én nem mondtam nevet, hogy a húgom, de gondolta, hogy a húgom lehetett. Nagyon, mégis ő a kenyér héját mai napig is megeszi. Azt hiszem hatodikos lehettem, mikor az osztálytársaim egy verekedés, azt hiszem csintalanok voltunk, verekedtünk az udvaron, és lezsidóztak, hogy zsidó, hát te mit akarsz, mit keresel itt? És én akkor még nem értettem, hogy ez mit jelent, és hazamentem, anyukámtól megkérdeztem, hogy mi ez, hogy zsidó. És akkor mondta, hogy apukámtól, hogy ne kérdezzem ezt meg, és akkor mesélte el nekem, hogy ez nagyon, szóval nagyon fájdalmas. Nagyon jó barátaim voltak, szinte az egész falu, az én korosztályom, akár felnőttek is. A faluban nem is nagyon éreztették velünk. Úgy érzem, hogy apámat is az egész falu tisztelte, míg a faluba jött, vagy mételeken, mit tudom én, TSZ-elnök volt, vagy hasonló, akkor is úgy közszeretetnek örvendett. Úgy tisztelték apámat mindig. Még a iskolába jártam, meg minden, nagyon sok munkatársam, hát évfolyamtársam, akár gimnáziumban, meg minden, megkérdezték a tanárok, hogy én is egyszerűen nem, soha nem mondtam azt, hogy én származásomat, mert igen, emiatt nagyon sok hátrány ért az életbe, igen. Mikor Debrecenben mentem iskolába, a gimnáziumba, akkor apám még elbeszélgettek velem, hogy mégis hogy gondolom, hogy akarok-e nevet változtatni például. És én leültem az ősökkel, mit tudom én, egy perce vagy két perce, és gyorsan megbeszéltük, hogy én nem akarok nevet változtatni, én nem szégyellem a nevem, és hogyha, mit tudom én, az emberek úgy néznek, hogy zsidó, vagy mit tudom én, akkor azt is vállalom. Tehát én nem akartam soha megtagadni az őseimet, meg a családomat. Attól függetlenül, hogy alakul a dolog, ezután se ezelőtt se foglalkoztam ezzel. Hát nem tudom, hogy a mai világban hogy szégyen zsidónak lenni. Nem tudom. Szerintem szégyen. Mert ezt, a zsidót meg a cigányt ezt egy kaptafára veszik a mai világban. A zsidó meg a cigány az egy. Pedig az nem egy. Ő nagyon megküzdött érte, hogy legyen. Ő még TSZ-elnök is volt, meg mindenki reprezentációs alapon szinte elment a fizető, és ő nagyon rendes ember. Mai 66 évesen mennyit dolgozik. Ő mindig úgy érti el az életbe valamit, hogy sokat dolgozott. Ő neki 20 évesen el kellett viselni azt, hogy meghalt. A testvéré, anyját, apját kivégezték. 20 éves korom után is vettem a fáradtságot, mit tudom én, elmentem Auschwitzba, Birkenauba, megnéztem azokat az állapotokat, amik ott voltak. Hát talán apám még nem is igen tudtak akkor róla, csak utána, hogy mi elmentünk oda. Hát azt látni kell, hogy milyen embertelen körülmények voltak, bemutató filmek kell minden, és hát nagyon felkavarta az ember ezeket az eseményeket, milyen embertelen állapotok voltak, meg egyáltalán emberekkel úgy bánni. Megmondta, hogy apukája, hogy kint volt Auschwitzba, haláltában. Mi is tanultuk az iskolában, mi megértettük. És hogy mondtam, kisfiam? És hogy mondtam, azt mondtam?
hogy mi volt a korján, meg mit csináltak, meg minden. Hát, hogy kim volt Auschwitzba. A németek olyanokat csináltak velük, hogy ez egyszerűen nem ember. Olyan szenvedés, amit ő kiált, az nem emberi. Hát, hogy valahogy kibírta, hogy hava tevet visszajött, akkor azt, hogy ilyen kis kenyeren ért. Teljesen. Hát én rakottam a hullákat. Egymásra fele. Hol volt nagyapád? Hát, a haláltábor. És ez neked nevetség, Rita? Nem. Hát ő még kicsi. Nagyon nehéz nekem erről beszélni, az olyan, mintha én velem történt. És én még mai percig is úgy érzem, hogy én ki vagyok közösítve. Emberek vagyunk, nem? Csak a fai megkülönböztetés ne lenne. A csoda vigyél egész... az izeit a... Egész mások lenne, hogyha nem különböztetnék meg az embereket. Csak az ilyen volt nácik csinálják szerintem. Azok még lehet, mindig... hogy ilyen háborús bűnösök még élhetnek azt. Én mondok-e is. Nem azon, én. Nem ezért mondom, de lehet, hogy Hitler se halt meg szerintem. Én. Szerintem nem így az. Kisfiam, hülyeség. Ez már régen volt, meg minden. Hát azt attól még feltűnhet, hogy egy olyan arc. Fiam, hát már százszor beszélgettünk róla, hogy mindegy az, hogy zsidó vagy cigány vagy magyar vagy akármi, ember legyen aztán. Tehát legyen ember. Miért megvetik a magyart is, ha lop, ha őr? Megvetik a zsidót is, ha lop, ha őr, vagy akárkit megvetnek. És elítélik. De miért kell különbséget tenni köztük? Ha rendesek, becsületesek, akkor éljen mindenki. Én is megszóltak meg minden annak idején, mikor élvettél minden, mi pont. Na és én nem szégyeltem. Én tudtam, kit veszek ér. Szégyeltem, nem szégyeltem. Mai napig se szégyellem. És nem is fogom. Ez a szellő, ez egy hónapon belül megellik, jó akaratuk is, ló másodszor elik, 5 éves. Ennek lesz a második tukó. Még ma jámborog ez a Linda. Ez meg egy héten belül megellik. Ennek már a harmadik csikója lesz. Azért jó akaratulak. Jámborok. Hát azért is tartok állatot, hogy teljesen meg akarok őrülni, hogyha semmi munkám nem van. Nem is annyira a jövedelem érdekes, mert nincs itt már jövedelem. Ezt már abba kéne hagyni mindent. De nem állom ki. Nem állom ki, hogy jószágot ne tartsak, szarvas marhát is még csak most nem tartok egy éve körül. Addig nekem állandóan volt 6-7 darab szarvas marhám. Meg lau is volt 1-2 mindig.
Nem azért, mert nem nagy jövedelmet hoz ez már, szóval se lehet róla. De benne van az embernek a vérébe, hová menjek, mit csinálják a munkám, vagyis már az időmmel. Hát én a földet is visszavettem, én már a múlt évben termeltem rajta. Már a saját földemet. Nem sok igaz, csak az egész 2 hektár, ahogy veszük, elég a nekem. De megmutattam azért a falunak a múlt évben is, hiába szárosság volt, nekem 1200 zsák kukoricám termett. Itt a kertem alatt van. Haragusznak ezek én rám, hogy még én miért dolgozok. Mindegyik. Haragszik mindegyik. Hogy hagyjam abba. De én nem kértem, még sose tűlök, ők se kérnek, de azért odadom. Haragusznak, miért ennyit dolgozunk még mindig? Mert itt faluhelyen nem lehet másképp. Hová menjek? Templomba nem járok. Nincs mindig nyitva kocsmába, elmegyek. Ott sincs már kivel beszélgetni. Megyek, tévén elalszok. Pillanaton elalszok, alig állom ki a híradót, hogy kiálljam. Még ezen a dzsokin is elalszok már sokszor. Meguntam azt is. Nagyon jó tudok rajta aludni, azért szeretem. Legalább meg lesz neki ártatni. Nézzük a szagot. Nézzük a visszautagot. Tudték! Ne tessék mondba tartani, addig. A visszautagot érzik. Érzik ezt a disznószagot? Ezt nem bírok én olyan jó felkurálni már. Fogjad majd. Igen, nyugodtan. Na, engedj csak. Mehetünk? Fog. Thank you.